Nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és igazán hálás vagyok a Nekre család minden tagja nevében, mondom ezt, hogy önök elfogadták ezt a meghívást, amit mi egy egészen különleges alkalomhoz illően küldtünk ki önöknek. Az alkalomról természetesen mások itt autentikus módon fognak majd beszélni, én csak arra vagyok itt úgymond hivatva, hogy bevezessem a műsort, amely a mai rendezvényhez kötődik, de kötelességszerűen természetesen bemutatom, hogy mielőtt a kiállítás megnyitására sor kerül, gyermekeink és barátainkhez, mi jut most hirtelen eszembe, adnak önöknek egy kis műsort, bemutatom Kis Zsuzsannát, Tóth Andrást és Mekle Tamást. Kérem, hogy szíveskedjen. Egy képre gondolok, tudod, hol végre zöld ágra jutok. A napon mesztelen fest meg ezt. Átlátszó víz legyen a tapon. Egy képet feste olyat, hogy színes patakban fürdünk. Egy képre gondolok, tudod, hol végre zöld ágra jutok. A napon mesztelen fest meg ezt. Átlátszó víz legyen patakon. Szeretettel köszöntöm és bemutatom itt körünkben Keresztény Rihárd urat, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnökét. Egy mondatot hozzáteszek, annak a társaságnak az elnökét, amely társaság alapító tagja volt Mecklenburg Boszman Hedvig 1897-ben hívhat be. Tehát ez ott különös aktualitást a dolognak, és egyúttal köszöntöm és bemutatom dr. Tóth Imre urat, a Soproni Városi Múzeum igazgatóját. Felkérem az urakat, hogy szíveskedjenek miattatni a kiállítást. Soproni Képzőművészeti Társaság mai tagjai nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön szeretettel köszöntöm Mekle család minden tagját, aki a mai ünnepségen jelen van, és valamit hozzátett ez a gyönyörű kiállításhoz. Mekle Karcsival nem új keletű az ismeretségünk. Kollégák voltunk a gazdasági kamaránál, így jó néhányszor szót ejtettünk a művészetekről, és láttam rajta, hogy egyre jobban mozgolódik. Mekle Grossman Hedvig valamilyen téle kiállításának az előkészítésében. Addig eljutottunk, hogy a Képzőművészeti Társaság egyik összejövetelén, pontosabban amikor a 75. halálának 75. évfordulója volt, hogy
képeket hozott, bemutatta a kör tagjainak, akinek ugye kellett a művésznő munkásságát. Ez volt az egyik első lépcső, már akkor mondogatta, hogy ő szeretne egy nagy kiállítást összehozni. Mivel nálunk nem volt jó az időpont, holnap nyitjuk az adventi kiállításunkat, ezért úgy döntött, hogy el kell máshova jönni, és szerencsés volt, hogy ide jött, mert nagyon szép körülmények között került ez a kiállítás megrendezésre. És azt hiszem, hogy ennél jobb helyen nem is lehetett volna. A másik pedig az, hogy nálunk el sem fért volna ennyi kép, bár gondolom ő se gondolt az elején annyi arra, hogy ennyi kép itt össze fog jönni. Ugye, ha elhangzott, hogy 1897-ben alakult meg Sopronban a képzőművészeti kör, amelynek alapító tagja volt Rossmann Hedwig, Pörös Erzsével egyetemben, ami azt jelenti, hogy több nő nem is volt akkor a képzőművészeti körben, ketten voltak az 52 főből. Ma a létszámunk hasonló, és közel 50%-a nő a tagjainknak. Már megkezdték a fiúk a küzdelmet az egyenjogúságért. Úgy látszik, hogy haladunk az egyenjogúság felé. A Soproni Napló 1908-as számában, az egyikben ír a képzőművészeti kör 5. kiállításáról, ahol kiemelten foglalkozik Vörös Erzsével és Rossmann Hedwiggel. Megemlíti, hogy két hatalmas tehetség, talán mondanám szó szerint is, hogy azt írja Meklénég Rossmann Hedwig, izmos tehetség, színei beszédesek és koncepciója művészi. Arcképében az egyéniség látható. Minden alkotásában megmutatja, hogy magasan szárnyal. Azt hiszem, nagyon szép szavak ezek egy művésznőről. A társaságunk egyik feladata, hogy megemlékezzünk a korábban elhunyt képzőművészeti köri vagy társasági tagjainkról. Ezt folyamatosan meg is tesszük, hol egy emlékkiállítás, hol egy emlékülés rendezésével, hol egy emléktávlat avatással. Valahogyan mindig a közelmúltban nyúltunk, talán azért, mert egyszerűbb volt, hiszen élnek a hozzátartozók, elérhetők a könnyebben elérhetők a képek, nem kell az ország minden pontjáról összegyűjteni, és esetleg mi is ismertük még őket, tehát mindenféle szempontból könnyebb így megrendezni egy emlékülést, vagy emlékezni a volt tagjainkra. Hát ugye ilyenekre gondolok, mint lehetne mondani, hogy Mühl, Mende, Gáspárdi, Royce, meg lehetne még sorolni Osinski. Régebbiek közül Steinerrel kapcsolatosan rendeztünk emlékülést, és hát Storlóval kapcsolatosan is. Az, hogy ilyen tartalmas kiállítást vagy emlékülést rendezhessünk, ahhoz kell mindig a közben működő családtagok, és azt hiszem, hogy anélkül nagyon szegényes lenne, vagy nagyon, hogy mondjam, kevés képpel, vagy kevés konkrét dolgot tudnánk előállni. Az, hogy most ez a kiállítás így létrejöhetett, azt hiszem, hogy a családtagok különösen tudhatják, vagy tudják, hogy ez nagyban Karcsinak köszönhető, hiszen ő azt hiszem, hogy fáradtságot nem kimérve, elég régen elkezdve, de ugye az utolsó pillanatban is tudjuk, akik kiállítást rendeznek, hogy még címkézni kell. Tehát nagyon kellett ahhoz, hogy ő ezt megrendezhesse. Itt van a múzeum igazgató úr is, azért azt hiszem, hogy azért azt is elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez az anyagokhoz, ahhoz elengedhetetlen lenne, hogy Sopronnak legyen egy képtára, ahol a soproni művészek egy-két képpel megjelenhetnének. Ugye sajnos ilyen évek óta nincs, ritkán van ilyen, hogy egy emlékkiállítást, főleg ilyen nagyszabásút rendezhetünk. Én a társaság nevében még egyszer kívánok minden jót, erőt, egészséget, Karcsinak meg azt, hogy várom, hogy mikor lesz a következő ilyen kiállítás, és esetleg akkor egy kisebb lélegzetünknek helyet is tudunk adni. Köszönöm a figyelmüket! Nagyon köszönöm, Keresztény úr. Nem a szereplési vágy beszél belőlem, hanem két dolog. Egy, hogy kiigazítsam egy kicsit, ezt nem én egyedül szerveztem itt azért a családtagok közreműködése kellett. A kezdőlökést kétségtelen én adtam meg, de itt is megköszönöm még egyszer a családtagjainknak, öcsémnek, mindenkinek, aki ebben részt vett, unokaöcsémnek is.
Másik, ami miatt szólni szerettem volna, feltétlenül mielőtt Putina igazgató úr majd szót kap, szeretném hangsúlyozni, mint látható, a kiállítási anyag gerincét, zömét a Soproni Városi Múzeum által kölcsönadott képek alkotják, és én erre egyrészt büszke vagyok, hogy ezt el tudtuk érni, másrészt rendkívül módon örülök, és nagyon köszönöm igazgató úr. Most pedig hallgassunk meg egy újabb műsorszámot. Tisztelt állatlátogató közönség, mi is emlékezni szeretnénk, ahogy itt elhangzott, egy dallal szeretnénk emlékezni, méghozzá egy tangóval, hiszen ezek a tiszteletre méltó arcok, akik itt néznek ránk az olajképekről, már az ő korszakaiban, az ő nemzedékeik számára is divat volt a tangó, és bizony a tangó, hát ma is divat. Légy ma gyerek, és játsz megint velem, ez ahogy én emlékezem. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hisz az időre hájuk tapad, és a tangó még ma is divat. Légy ma gyerek, és új függöd mögött, lessük meg újra azt, hogy díszbe öltözött anyánk Tóth úrra diskurál, míg apánk a jövőnkről politizál, s minden kész pohárra tapad, és a tangó divat. Újra el, hogy semmiről sem tudunk, tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, s mi lessük függöny mögül, mi a régi-régi tangó hegedül. Játsszuk ma újra el, hogy mindenki másról beszél, egy néhány hív foszlán hoz fülünkbe a szél. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az idő nincs hájog alatt, és a tangó divat. Légy ma gyerek, és játsz megint velem. Emlékezz, ahogyan én emlékezem. Mások játszanak, s mi lessük függöny mögül. Néhány hír foszlányt azért hoz fülünkbe a szél. Játsszuk azt, hogy játszunk megint, játsszuk azt, hogy félünk megint, hisz az időre hájog tapad, és a tangó, hát persze, még ma is divat. Mindannyiunk nevében nagy-nagy szeretettel köszönöm meg Zsuzsának, Andrásnak, Tamásnak ezt a csodálatos felejthetetlen műsort. Köszönjük még egyszer is, igazgató úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jordán Tamástól vettem azt, hogy loptam azt az idézetet, de volt egy papbarátja, aki vasárnap
Szent Misén azt mondta a híreknek, hogy ma nem lesz prédikáció, mert mondani akarok valamit. Nem lesz kiállítás, mert mondani akarok valamit. Legfőképpen azt, hogy nagyon szépen én tartozom köszönetnek, köszönetem Lelknek, Arcsinak ezért a kiállításért. Megmondom miért. Én a képekkel valami keveset éltek, történész vagyok, azon belül is inkább a 20. századdal és azon belül is inkább a diplomácia történetén foglalkozom. De nagyon érdekel a magyar polgárosodásnak a folyamata, és amikor a kezembe nyomta a Grossmann Hedwig önéletrajzi visszaemlékezését, vagy rövid kis írását, Karcsi, akkor én abból megint tanultam valamit, és ezt szeretném megosztani önökkel, tulajdonképpen a nőről szól, illetve arról a folyamatról, vagy arról a szereplő, amit ez a nő a magyar polgárosodás folyamatában végzett, szerintem. Vagyis arról, hogy miből eredhetnek egy polgárcsalád gyökerei, milyen viselkedésformák szabják át a változó világos normarendszerét, milyen örökségre építhet egy család, egy lokális, vagy annál nagyobb teret kitöltő társadalom, ha önmagát polgárinak tartja. Akkor azt kérem, hogy ne rekedjünk meg a ma divatos politikai dogmaszövegek szintén. Nézzük meg, hogy ma itt, ebben a térben van-e olyas valami, vagy olyasféle, ami ennek a sokat, teszem hozzá, mindenféle értelem nélkül emlegetett jelző, vagy szó összetétel használatát indokoltá teszi. 19. század neves nő alakja, Florence Nightingale, még arról panaszkodott, hogy a nő alig tartja magát embernek. Ebben a megállapításban mély igazság volt, akkor is, ha a családi biztonságot, vagy inkább békét mindig is az asszony teremtette meg. Ebben az időben a nő mégsem önmagában kapott értéket, hanem valakinek a feleségeként, lányaként, vagy anyjaként tartották nyilván. Nem rendelkezett függetlenséggel, a férfi árnyéka volt csupán, jogi értelemben kiskorú hozzá képest, kizárólag a férfi kényelméért ért, hiszen erre nevelték. Annyiban kell pontosítanunk azonban ezt az egyébként igaz és közkeletűen elfogadott képet, hogy a 19. század egyszerre elnyomta és egyszerre idealizálta a nőt, aki egy szemében volt királynő, és a női vonalakat kihangsúlyozó csípőszorítójával rettenetes csábító is. Ellenmondásosnak tűnik az is, hogy sok, főleg polgári családban komoly szerepet kapott a nő nevelésével a tánc, a zene és a festészet is. Utóbbi a személyiség kifejlődését, az egyéni tehetség felszínre juttatását segíti manapság. De akkoriban mindez a képzés is csupán a férszerzésre irányult. Amikor aztán elérte a társadalom által beprogramozott célt, a házasságot, az egyszerre jelentette élete csúcspontját, egyúttal azonban azt is, hogy a nő elveszítette minden jogát, civil életre vonatkozó egyéni szabadságát és függetlenségét. Elég szomorúan. De nem volt az. Egyszerre tipikus és atipikus 19.-20. századi női életpálya lenyomata előtt állunk itt. Megtenni Grossmann Hedwig abban a Bismarcki Németországban fejlődött nővé, amelyben a német kultúra aljáról Magyarországra is átkerült 3K, azaz Kinder, Kirche, Küche, Etosza uralkodott a régi század végén. Nem tudni pontosan, hogy az itt állók felmenője milyen szerencsés körülmények együttállásának köszönhette, hogy köszönhetően lépett ki a tradicionális előítéletekből, melyben kortársai még nagyon is be voltak zárva. Annyi bizonyos, hogy nagyon fiatalon, 17 évesen elhagyta a szülők házát, hogy festeni tanuljon, vagyis elhagyta a hagyományos leánynevelés ősi kereteit. Alkotásai felkeltették neves kiadók érdeklődését, képeit megvásárolták és polgári szalonok falaira akasztották. Az itt állók felmenője abban is forradalmian gondolkodott, hogy fiatal életének nagy részében otthonosan mozgott, szószoros értelmében közlekedett a világban. Abban az időben, amikor idehaza még egy dunántúlnyi utazás előtt is végrendelkeztek az útrakelők, és az emberek nagy része még a szomszéd falu határát sem lépte át, az önök felmenője szabad, mondhatjuk, vagy mondjuk, hogy polgári akarata szerint utazott, dolgozott, festett, Németország szerte tanulmányokat tett Kölnben, Hildesheimben, Hamburgban, Berlinben, sőt Párizsban, tárgyalt kiadóival, megrendelőivel. Az életpálya engem sok szempontból emlékeztet a szintén, illetve Dél-Németországból ide származott Stornow Ferenc, idősebb Stornow Ferenc életére. Ő is azok közé tartozott, akik szülőföldjükről ide exportálták a modern polgári környezet és viselkedés kultúra elemeit, a szépség szeretetét, a múlt iránti tiszteletet. Neki azonban megvolt az a nem elhanyagolható előnye, hogy férfinak, vagyis a társadalom teljes jogú tagjának
kezdeményező, civil életet szervező, mindenki által elismert embernek született. Nem lennék igazságosak persze, ha egy oldalon állítanánk be Sopront, azt a Sopront, amelynek kora újkori polgármestere, világrekorderként a nők előtt is megnyitotta az általa alapított tudós társaság kapuit, amelynek 19. századi helyi művészi életében olyan ünnepelt nők hódítottak, mint Liphart Luisa, vagy olyan friss, modern és szellemi, szabad érzelemvilágot megjelenítő nő alak hagyta utódaira irodalmi értékű naplóját, mint Schlachter Etel. Magyarországra érkezve először az önök felmenője és a régi világ nőtípusát testesítette meg, férje Mekle József oldalán, akivel, ugye nem csodálkozunk rajta, valódi szerelmi házasságot kötött. Visszaemlékezését olvasva pontosan látszik, hogy nem okozott számára szerepkonfliktust a házi tűzhely őrzése, hisz nem harcos szifrázsertet, hanem a család és a festészet iránt egyaránt elkötelezett nőideát testesített meg. Így aztán azon sincs mit meglepődni, hogy a gyerekek növekedtével milyen jól be tudott illeszkedni a városi társasági millióbe, miközben maga is a polgári tradíció részévé vált. Grossmann Hedwig a helyi és az európai polgári közkultúra egyik legméltóbb és az egyik legkevésbé ismert szereplője, aki nőként, feleségként és művészként egyaránt polgári normákat sajátított el és adott tovább. Jól és én úgy gondolom boldogan egyensúlyozott a magyar vidék, még ha a polgárvárosi lét volt is az, kötött koreográfiájú világa és a legmodernebb női gesztus kultúra világa a köz- és magánszféra között. Miközben polgárosította saját tágabb és szűkebb, legszűkebb környezetét, családját, azt a családot, amelynek tagjai itt állnak körülöttük. Kérem, tekintsenek a képekre, de nézzenek a vásznak mögé is, és legyenek büszkék a felmenőjükre. Remélem más is az lesz már. Ennek a reményében a kiállítást ezen nem megnyitom. Kedves mindannyian, kedves jelenlévő, mondom, nem vagyok ezzel egyedül, hogy ez az impulzív, rendkívül informatív és minden szempontból azt gondolom emlékeimben mélyen beívódó, megmaradó élmény, amit most igazgató úr tolmácsolásában kaptunk. Ez nagy pillanat volt, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre, még egyszer is. És külön köszönöm még egyszer is, hogy a múzeum a képeket rendelkezésre bocsátottak. Ezzel a kiállítás megnyitó része befejeződött, csatlakozva az elhangzottakhoz, tekintsék meg a képeket. Mi készültünk egy kis fogadással, remélem, hogy ezt technikailag ki tudjuk vitelezni, majd legalább egy pohárból, egy kocintás erejéig mindenkinek majd rendelkezésére áll, de előtte talán nézzük meg a képeket, közösen tekintsük meg. Még egyszer is nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, részt vesznek a mi örömünkben, a mi családunk örömében. Erről sajnos most nincs módig beszélni, pedig lenne mit, hiszen mi már egész nap ezt tesszük, sajnos ez most elmarad, de köszönjük, hogy megosztották a mi élményünket, és még egyszer köszönöm Keresztény úrnak, Tóth úrnak, Imre barátomnak azt, hogy vállalták ezt a feladatot. Nagyon köszönjük nekik, és még egyszer is jó mulatást, jó szórakozást a továbbiakban. Köszönöm! Sok köszönöm! Nem,
főigazgató, de arra nem tetszett eljönni, remélem, hogy ezzel majd thank you.